neked egyet, egy üreset. Tamás újra elkezdte kiosztani ugyanazokat a papírokat, ugyanúgy fehér, mind a két oldalára lehet rajzolni, egy kis téglalap alakú, mind a hármunknál új papír van, ceruza bekészítve ugye a pultra, és várjuk jó, a következőt. Okay. Most elmondom, hogy mi lesz a feladatotok. Most csak veletek, hármatokkal szeretnék egy kísérletet csinálni. Ne csinálják a hallgatók ezt most? Ne, ezt nem kell, mert ez most nem csak, kell. Csak nektek okay, szól, de utána kellene még rólatok szól. Igen. Elmondom, hogy mi lesz a feladat. Jártatok mindannyian óvodába? Igen. Igen. Akkor emlékeztek még az óvodai jeletekre? Én nem. Ugye? Nekem nagyjából megvan. Megvan az óvodai jeled? Meg, igen. Meg. Megvan az óvodai jeled? Nincs, Feri, neked nincs. Komolyan, nincs meg. Nem tudom. Jól tudom, ugye, hogy vannak gyerekeid. Kettő fő. Bölcsibe járnak, óvodába járnak. Még sehova. Sehova járnak. Nem járnak sehova. Jó. Akkor titeket megkérlek arra, hogy el fogok fordulni, tehát nem fogok majd ide nézni. Rajzoljátok föl az óvodai jeleteket. Mi ugye nem találkoztunk még soha, nem ismerjük egymást, most találkoztunk először. Tehát nem igazán volt alkalmunk megismerni egymást. Nem beszéltünk. Ferivel szintén. Titeket, kettőtöket arra kérlek, hogy rajzoljátok le az óvodai jeleteket. Tehát, hogy mi volt az óvodában a jeletek. Feri, téged pedig arra kérlek, mivel nem emlékszel az óvodai jeledre. Nem. Képzeld el azt, hogy óvodás vagy, és mi az, amit szerettél volna, hogy legyen a jelen? Ennyi, jó. Tök mindegy. Okay. Tehát lényeg az, hogy valamit rajzolj le, és azt fogjuk mondani, hogy ez volt a te jeled. Uh-huh. Világos volt a feladat? Érzhető volt? Abszolút. Jó, ha akkor én most biztos, hogy emlékszem, haladhatok a Feri vonalon? Tehát akkor lehet valami olyan, ami... Persze, de nem hiszem, hogy nem emlékszel rá, hát ez bele volt a zokniba, a törülközőben, minden. Jó, de mindegy. Jó. Tehát az a lényeg, hogy mindannyian rajzoljatok egy egyszerű ábrát a papírlapotokra. Azért mondtam az óvodai jelet, mert az nagyon személyes. Tehát nyilván, hogy ezt csak ti tudhatjátok. Senki más, valószínűleg ezt nem nyilatkoztátok le sajtóba, nem beszélgettek erről, hogy mi volt az óvodában a jeletek. Tehát ezért akartam egy ilyen nagyon személyes dolgot választani. Okay. Beszéltünk róla adásban már egyszer, de akkor hazudtunk. Gyerekek, minden nagyon jó. Tamás ebben a pillanatban elfordult, nem néz ide, mi pedig rajzolni kezdünk. És sugározzuk felé? Nem kell, mert másról fog szólni ez a játék, jó? Másról fog szólni a játék. Viszont szépen rajzolunk mindhárman. Jó, Tamás még mindig háttal ül nekünk, Jani végzett, ő már be is mutatta a kamerába, hogy mit rajzolt, én ebben a pillanatban lettem kész, de magam sem tudom, hogy mit rajzoltam, és Feri is lerajzolta azon jelét, amit ő szeretett volna, ha az óvodában jel, Tamás pedig továbbra is háttal ül nekünk, és várja, hogy szóljunk neki, kész hogy tök? Kész vagyunk. Megvagy? Fordítsátok lefele ezeket fordítsuk a rajzokat. Fordítsátok lefele. Okay. Tamás visszafordul. Szedjétek össze, tehát hogy adjátok nekem oda, mondjuk menjen így körbe, hogy Jani adja oda Ferinek, és lényeg az, hogy ez mint egy ilyen doga összeszedés, emlékeztek? Félek is, megmondom őszintén. Hú, gyerekek, várjál, megnézem, hogy egyik sincs. Balázs, keverd össze. Keverjem össze? Keverd össze, igen. És lényeg az, hogy le legyenek fordítva, tehát hogy ne lássam. Jó, összekeverem. Hát három nem keveredik annyira, de most már én sem tudom, hogy melyik van föl, melyik van alul, megkevertem. Kész, és lefele fordítva. Lefelé fordítva, itt van a kezemben a három darab fehér papírlap egymáson. Jó, most arra foglak kérni, hogy tedd a tenyerembe ezeket a lapokat. Jó, beletettem a tenyeredbe úgy, hogy le van fordítva, nem néztél még bele. Oké, okay, nem néztem még bele. Nem meg fogom nézni őket, tehát mindegyikbe bele fogunk nézni. Elmondom, hogy mi lesz a játék lényege. Én nem hallottam a műsort az elejétől fogva, csak még megérkeztem, néhány mondat kiszűrődött, és hallottam, hogy a hazugságról beszéltetek. Igen. Ugye? Nem tudom, hogy milyen kontextusban... Ki hazudik többet, a nők vagy a férfiak? Igen, nem tudom, hogy milyen formában volt erről szó, de lényeg az, hogy a hazugságról volt szó. Arra gondoltam, hogy mit szólnátok azt, hogyha játszanak egy játékot. Játszanak egy olyan játékot, hogy megpróbálom azt tesztelni, hogy ti hogyan tudtok hazudni, nekem. Na jó, okay. ez egy jó pofa játék. Okay. Jó. Elmondom, hogy mi lesz a játék lényege. Megnézem a rajzokat, meg fogom nektek egyenként mutatni, és meg fogom kérdezni, hogy ezt a rajzot vajon te rajzoltad-e. Tehát megkérdezem, hogy Jani, tiéd ez a rajz? És amikor fölteszem ezt a kérdést, akkor majd mondd azt, hogy nem, ez nem az enyém. Ugyanígy. Akkor Feri, is, tehát is. Csak igen, ezt mondta, tehát minden, rá fogok kérdezni enyém. Mind a hármótoknál, hogy jó. Melyik őtöké ez a rajz, aha. Melyik őtöknek az óvodai jele van ezen a papírlapon. Érted, tehát mind a három mondjuk azt, hogy nem az enyém, tehát valaki háromból ugye értelemszerűen hazudik. Így van, okay. így van. Tehát világos, egyszerű. Teljesen világos, teljesen egyszerű. Persze. Oké, okay. Tehát nézzük meg az elsőt, hát ez egy gitár, ugye?
Ez egy gitár. Jani, fölteszem neked a kérdést. Nézzél rá erre a papírlapra, Balázs, addig mondd el, hogy mi történik, hogy kicsit illusztráld a dolgokat. Így van, Tamás oda tette Jani elé a képet, körülbelül 50-60 centire, Jani bámulja a képet, Tamás pedig erősen nézi Janit és a rajzot, ugye kinyújtott kézzel átnéz a rajz fölött Janin, és próbálja megnézni, Jani, fölteszem neked a kérdést. Ez a te rajzod? Te jeled volt az óvodában a gitár? Bingo, az enyém. Hát tiéd. Oké. Okay. Mindegy, oké, egyébként félértetted, mert azt mondtam, hogy mondd azt, hogy nem. De mindegy, megfordíthatjuk így is a játékot, most akkor mindenki mondja azt, hogy ilyen. Bingo az enyém. Azt hittem pedig, ez mindenki érti, Jani. De nem véletlenül mondtad el, hogy neked van a legalapsonyabb érzettség. Óriási vagy. Oké. Jani kedvéért megváltoztatjuk jó, a szabályokat. Jó, de tetszik, hogy idomulsz a szereplőidhez, ez nekem tetszik, jó? Jani, tiéd ez a rajz, tiéd volt? Tehát mindenki, tehát mindenki azt mondja, hogy az övé, változtattunk. Feri, nézd meg ezt a rajzot. Tiéd volt ez a rajz? Bingo. Tiéd volt a gitár az óvodában? Bingo, az enyém. Balázs, tiéd volt a gitár? Te jeled volt az óvodában? Az enyém volt. A tiéd. Abszolút. Mm-hmm. Oké. Pszichológiai tanulmányokat végeztetek valaha? Nem, csak teiparit végeztetek. Látszik, mert nagyon rosszul hazult, te is. Én azt gondolom, hogy a gitárt azt a Feri rajzolta. Ez tökéletesen így el. Van. Nem árulhatjuk tessék, el, ezzel tiért? Már ki... Jaj, Bali! Hát nem szabadott volna, meg kell várni mindenkit, csökkent. Elszóltam magam, de nekem ez nagyon tetszett, figyelj! Őt is rögjétek! Jó, én is lúzer vagyok! Bocsánat, nem szabadott volna elárulni? Vagy ez? Is nem. Hát ugye az esélyek nyilván, persze. De nagy dolog, bocsánat, ez a Feri rajzolta. Bocsánat, elnézést, értem a logikát, de várj egy picit, hagyd mondjam el. Értem a logikát, de én nem rákérdeztem, hogy a Ferié, hanem megmondtam, hogy ez a Ferié. Tehát innentől kezdve teljesen mindegy, hogy most akkor meg... Jó, hát mi is akartunk magunk meg egy illúzió. Igen, hát, ez szenzációs, abszolút így van. Azért a pontos megértés kedvéért azért ne tévesszük meg a hallgatókat. Tehát, hogy én közöltem, és elmondtam, ez a rajz. Tökéletes. A Feri, ezt ő rajzolta. Tamás, tökéletes, ezt ő rajzolta. Igazat mondott, ti ketten nem mondtattok igazat. Sose hazudtam még, pedig azt éreztem meggyőzőbben. Tehát olyan szinten próbáltam pont azokra a jelekre figyelni, amit átbeszéltünk, igen. Jó is voltál, én jó. Bevettem volna. Nézzük a következőt. A következő egy... ez gomba, ugye? Jól sejtem, hogy ez egy gomba. Az egy gomba. Ez egy gomba. Jani, fölteszem neked a kérdést. Nem, ez Hiroshima. Jani, tied ez a gomba? Te jeled volt az óvodában a gomba? Nem az enyém. Te is nem beválaszolj. Én már követem a Jani tudom. Hát, abszolút értem. Igen. Balázs, te jeled volt a gomba az óvodában? Nem az én jelem volt. Tied volt a gomba? Most újra Janitól kérdezi, Tamás. Mondd, hogy igen. Jó, tudod mit? Nem mondj semmit. Megpróbálom azokból a válaszokból, amit mondtatok, leszűrni nekem, hogy kié volt ez a gomba. Ez a gomba ez egy olyan emberé lehetett, aki a mai napig nagyon dinamikus egyéniség, szereti a természetet, szereti a szép dolgokat, és én azt gondolom, hogy ez nem lehetett más, csak a Balázsé. Ez így van, azt én rajzoltam. Balázs, tied volt a gomba? Az a gomba igen, de már kikezelték. Oké. Okay. Jani, most vigyázz! Szenzációs vagy, Jani, Tamás, Jani, szenzációs! Figyelj, ugye itt az asztalon maradt még egy papír, amin a te jeled van. Nyilvánvaló, hogy ez nem most már csak csak a tied lehet. De erre miből jöttél rá? Morázsló! Figyelj, tényleg jó, figyelj, nagyon durva. Most nyilvánvaló, hogy az nem kunszt, hogyha odaadom neked ezt a papírt, és azt mondom, hogy tessék, ez a tied. Igen. Szeretnék egy picit belemélyedni a gondolataidba. Én arra kérlek most, ugye Balázs a tanúm rá, hogy én nem nézem. Nem, valóban így van, Tamás, előtt jó? A lap még mindig lefordítva van, nem szeretném nézett rá azt, abszolút, hogy, én figyelem a kezét. Hogy gondolj újra erre az ábrára. Képzelje magad elé egy fehér mozivásznat, egy fehér mozivásznat, és vetítsd ki oda ezt a képet. Oké? Okay? Vetítsd ki oda ezt a rajzot. És én megpróbálom reprodukálni. Következő történik, Jani elképzeli a rajzot, kicsit fölfelé mozog a szeme, és vetíti ki. Tamás pedig ül Jani előtt, mintha hát portrét festene, vagy narcképet, vagy karikatúrát, nézi Jani reakcióit,
maga felé fordít egy fehér lapot, és elkezdett rajzolni valamit, miközben folyamatosan Janit figyeli, és letett a ceruzát, Jani rajza pedig még mindig a pulton van, lefordítva, és továbbra se nyúlt hozzá. Befejeztem a rajzot, leraktam a ceruzát, lettél, így van. Jani, odarakom neked ezt a rajzot, ne fordítsd még meg, ne fordítsd még meg. Én már lerajzoltam azt, amit én próbáltam a te fejedből kiolvasni, a te gondolataidból kiolvasni. Most megfordítom azt, amit valójában rajzoltál. Nézzük meg, hogy mi volt a te jeled az óvodában. Ebben a pillanatban Jani, vagy Tamás fölfordította Jani rajzát, ami előtte volt, és egy vitorláshajó van Jani rajzán. És ez egy nagyon tiszta dolog. Én váltottam óvodát, és nekem mindig ez volt a jelen. Kivétel nélkül minden év. Egy vitorláshajó van Tamás előtt, ami ugye a Jani rajza. Tamás rajza pedig még ott van lefordítva Jani előtt. Még nem tudjuk, hogy Tamás mit rajzolt. Nem traktor volt a jeled? Nem, az apámnak. Jó, oké. Megtennéd, hogy megfordítod azt a papírt, ami ott van előtted, azt a rajzát. Jani megfordítja Tamás rajzát, amin... Vitorláshajó. Méghozzá ugyanaz a papírhajó. És ugyanaz a papírhajó. Hát már, várjál csak. Hogy csinálta? Ezt hogy csinálta? Gyerekek, azért ez... Tehát én értem, hogy a mateknek kizárunk számokat, de hogyan? Hát megnézte.